Vágó Pál egykori otthona most is őrzi a nagyformátumú alkotóművész hagyatékát, emlékét, szellemét. Portréiból visszaköszön a büszke, jászkapitányi sarj és a Párizsban nevelt művész egyaránt. A sokat látott európai gondolkodó és a vidék egyszerűségével írő jászember olyan ötvözete volt ő, mely ritka művészi tehetségében egyesült. 1853-ban született az alkotó, a jászó pláne az apátiak egyik legnagyobb büszkesége, a millennium korának egyik legfoglalkoztatottabb alkotója. Eredetileg jogásznak tanul, de Münchenben Wagner Sándor mesteriskolájában, majd Párizsban Jean-Paul Lawrence-nél folytatott festészeti tanulmányokat. Dolgozott akkor legfontosabb művészeti vállalkozásaiban, mint például a Feszti körkében, de készített számos megrendelést is a portrétól a magyar történelem jelentős pillanatainak ábrázolásáig. Figuráinak dinamikája kivételesen élethű, miközben művészi hagyatékából kiemelkednek a monumentális alföldi képei is, melyek a kor legnagyobb impressionista remek műveivel vetekedtek. Sosem feledte otthonát, Jászapátit, ahová élete delén túl visszatért részben vágyódásból, részben kényszerűségből. Rajongásig szerette szülővárosát. Művészpályájának egyik legszebb alkotása a Jászapáti Kisboldogasszony templom, Megváltás diadala történelmi szekkója, melyet a művész nagylelkű felajánlásként készített 1903 és 1905 között. Jászapátin művésztelepet létesített itt ezen a helyszínen, ahol vendégül látta a festőtanoncokat, többek között Gecse Árpád festőművészt is, akinek tanítványa, aki bizonyára mesélt a tanítványainak is Vágó Pál életéről, tehát ilyen szempontból a folytonosság azért fennmarad, és különböző kortárs festőket látott vendégül, szoros kapcsolatot ápolt a szolnoki művészteleppel. A Jászság festőgigásza 1928. október 15-én hunyt el Budapesten. A művész Munkácsy lepellel letakart díszes koporsóját a kerepesi temetőből szállították haza, ahol hatökrös gyászkocsi vitte végső nyughelyére, amit rendkívüli fáklyás menet kísért, miközben cigányzenészek húzták kedvenc nótáját. Igazi hazafi volt. A szülőföld iránti vonzódása, szeretete nem csak művészetében, de cselekedeteiben is megnyilvánult. Itt lelte meg a megnyugvást, a békét, aktív szereplője volt a közéletnek, az emberek tisztelték és megbecsülték. A kiemelkedői alkotói munkásságán túl a korszak elismert gondolkodója, véleményformálója volt. Szülővárosa méltán lehet rá büszke, élete a mai napig követendő példa lehet számunkra. Emlékét tiszteljük és megőrizzük. Vágó Pál 1803-ban épült, ma a kiállítási és múzeumi célokat szolgáló szülőházának külső falánál zárult a megemlékezés és a fejhajtás a művész emléktáblája előtt.